Karácsony Gergely lebukott. Néhány hete még letagadta, hogy Zugló új, parkolással kapcsolatos szerződést kötött volna. Ehhez képest itt van a kezemben, feketén-fehéren. Aznap, amikor lejárt az egyik botrányos szerződés, aláírtak egy másikat. Ez egyebek mellett a parkolás ellenőrzéshez szükséges informatikáról szól, így tartalmazza a rendszámfelismerés, a járműnyilvántartás, a jegyautomaták és a parkolőrök eszközeinek szoftvereit. Karácsony hiába terel. Nem az a szenzáció, hogy számítógépes programot használ az önkormányzat, hanem az, hogy hazudott. Először azt mondta, hogy saját hatáskörben el tudják látni a feladatot, majd egyszerűen letagadta, hogy bárkivel szerződtek volna. A szerződés értéke ráadásul havonta közel 5 millió forint, és testületi vagy bizottsági felhatalmazás nélkül írták alá. Még vizsgáljuk, hogy érvényes lehet-e egyáltalán. Ez az újabb botrány is azt mutatja, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan. Képtelen rendet tartani Zuglóban, és felelősen bánni a zuglóiak pénzével.